kiderült az, hogy volt három szerzetes rend a térségben, a vörös barátok, a keresztesek, a pálosok, illetve a bencések, és ez a három rend önmagában megtestesíti a testet, a lelket, a szellemet. És a lélek és a szellem az eltűnt, a pálosok és a vörös barátok nincsenek itt a környéken, és maradt a test egyedül, és ez így billeg. A háromlábú szék az egy lábon próbál állni. Én egy katolikus családban nevelődtem, de ez önmagában szerintem korlát. A hit és a Jóistenbe vetett bizalom az nem sorolható be aklókba. És ami nekem hiányzik a mai egyházakból, hogy nincsen elfogadás, és mindenki a maga igazságát próbálja hajtani. Vannak üdítő kivételek, hála Isten, tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy nagyon-nagyon sok értékes egyházi ember van mindenféle irányból, és hajrá, így tovább. Itt az Ürmösport előtt vezet el az összes olyan zarándokút, ami Pannonhalmára érkezik, és magam is meglepődtem, hogy mennyien járnak ezeken. Én a falunak egy másik részén lakom, és ezt nem láttam eddig ilyen direkt módon. És az emberek fáradtak, amikor ide érnek. Nyilván ez egy szálláshely, egy éjszakázó hely Pannonhalma. És sokszor jönnek erre, és hogyha egy pohár vízzel meg tudom kínálni őket, akkor azt gondolom, hogy az már egy segítség. Hogyha le tudja teríteni nálunk a hálózsákját, az biztos, hogy segítség. Meg kell találnom, hogy mi a régiben az érték, de ezt a ma pillanatában kell megélnem, anélkül, hogy atavizmussá válnék. Itt talán azért vagyok, mert kaptam az Istentől a családommal együtt egy lehetőséget, hogy egy gyönyörű helyet megint gyönyörűvé tegyük. Nekünk nagyon fontosak azok a szimbólumok, amik az ünnepkörökhöz kapcsolódnak. Például egy adventi koszorú, ami kör meg kereszt, például a Magyar Szent Korona, ami kör meg kereszt, vagy az évnek a rendje, amit már említettem, amik kör és kereszt vonalak rajzolják ki, hogyha ha papírra vetjük. És éppen ezért a gyógynövénykertet azt egy körkereszt formában alakítottuk ki, aminek túl azon, hogy nagyon szép jelkép értéke van, egészen praktikus művelési előnyei is vannak, hogy elférek, hogy öntözni tudom, hogy kompakt módon van, átláthatóvá válik, kezelhetővé válik, és mindemellett meg jó benne lenni. Mert az egésznek van egy emberi léptéke, egy olyan arányrendszere, amit nem mi találtunk ki, de mi voltunk azok, akik elfelejtettük. Gondolkoztunk, hogy milyen legyen a kert, és aztán a koronának a felülnézeti rajza került a kezünkbe. Véletlen, nem véletlen, én ezeken nem gondolkodom, válasz. Kérdésre megkapunk választ. Aztán neki láttunk.